Következő napirendi pontunk, jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről. Kérdések következnek. Kincses László képviselő úr. Március 25-ével kapcsolatban kérdezném, hogy a zöld város kialakítás pályázat bírál a bizottsági ülésén. Én nem láttam se alpolgármester urat, se jegyző urat, így szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet úgy akkor bizottsági döntést hozni, hogyha a bizottság elnöke nincsen jelen. A következő kérdéskör. Március 27-e Johnson Controls-szal való tárgyalás. A múlt havi testületi ülésen ez felvetődött, hogy nekünk valószínűleg változtatnunk kell a körzetbesoroláson vagy a területbesoroláson, hogyha abban az irányban módosul a Johnson Controls szándéka. Nem tudom, hogy akkor ezzel kapcsolatban milyen fejlemények lehetnek. Ugyanaznak a napnak a eseménye volt, amiről a lakosságot tájékoztatta a polgármester úr, dr. Magyar Györgyel való egyeztetés, ennek a fejleményei felől szeretnék érdeklődni, és az április 2-ából emelnék most egy ki első körbe még egyet, képviselőtársam, itt az imitáló konzultáltunk, hogy ön melyik is lehet az az eladó telek a rendelő intézet mellett, mert az eladó utalás jelen pillanatban nem egyértelmű. Még egyszer, rendben. Tehát rendelő intézet eladó telek. Rendben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Első kérdés, március 25-e Zöldváros. Én ott voltam, tehát aláírtam a nyilatkozatot is. Lehet, hogy nem végig voltam ott, de jelen voltam ezen az egyeztetésen. Nem tudom, Laci, jegyző, te voltál? Én akkor nem voltam. Nem voltál, én voltam ott jelen. Következő napirend kérdés az, hogy Kesel Imrével a Fém és Műanyag Feldolgozó Kft. FMF Johnson Control fejlesztési menedzserével tárgyaltunk. Tehát ugye akkor ők megkeresett bennünket a keserő úr, hogy vannak más alternatívák is. Amellett, hogy egyszer már kezdet fogtunk arra, hogy a Püspök Laránytól is ugye átvesztek egy jelentős területet, ami ugye már ugye a város erre a pénzre számítana is. Közben felmerült, hogy a volt Tesco épülete is érdekelhetné őket, és különböző olyan nyilatkozatokat vártak tőlünk a nem is a keserő úrék, hanem az a cég, aki meg van bízva tulajdonképpen ennek a fejlesztésnek a menedzserelésével, és hogy válassza ki a telket. Na most, tavaly évben nagyon sürgősen azonnal kellett nekünk itt lépni benne, hogy ezt a nyilatkozatot kiadjuk, hogy február 15, március 15-ig azt hiszem szólt ez a nyilatkozat, hogy értékesíteni kívánjuk felük ezt az ingatlant, és hirtelen valami megváltozott ebben az évben. És őszintén megmondom, elég furcsa módon változtak meg körülmények, ugyanis én azt hallottam január legelején, hogy a koronában egyeztetések folynak a Tesco épületeinek az értékesítésével kapcsolatban. Nem akarok személyeket megnevezni, mert nem akarok senkit sem kellemetlen helyzetbe hozni. És ugye én utána, ennek a dolognak utána mentem, és a Tesco-tól bekértem egy anyagot, hogy mi szívesen segítünk abban, hogy maga ez a szellem épületként ott lévő ingatlan végre be tudjon népesülni, és akkor ne csak ott álljon, hanem akár a város javát, meg az itten élőknek a javát is tudja szolgálni, hogy akár itt egy munkahelyteremtést is meg lehetne valósítani, és akkor itt helyi embereknek tudnánk munkát adni. A Tesco képviselője, az értékesítési képviselője készséges volt felém, és elküldte nekem az anyagot, hogy akkor mik a feltételek. És akkor beszéltünk arról is, hogy akkor, hogy mennyire adnák, hogy adnák ezt az ingatlant. Hát olyan 400 millió, akárhány összeget említett, hogy ez az ára, amit ők szerepeltetnek. De ők jutalékot nem fizetnek. Hát mondom, nem is azért kértük, hogy még jutalékot kérjünk ezért a dologért, hanem azért, hogy a városnak az érdekeit képviselve be tudjuk népesíteni ezt az ingatlant. Csak egyetlen egy volt nekem furcsa, hogy ezt az ingatlant másfél-két évvel ezelőtt még 200 millió forint körüli összegért próbálták fű alatt értékesíteni. És hirtelen most ennek az ingatlanak az értéke duplájára emelkedett. Nem értem az összefüggés, hogy mitől lett hirtelen olyan, hogy Johnson Controlnak egy dupla értékű ingatlanak a megvásárlása,
Holott ugye, mint pedig már kezdett rázott itt a város önkormányzatával, meg hét vállalkozóval arra, hogy ő itten Püspök Ladányban szeretné ezt az üzemet együttes megvalósítani, és azt sem értem, hogy miért jobb neki az az állapot, hogy a dolgainak az egy részét átveszi a város másik végére, és ott fogja majd egymás között majd utaztatni az alkatrészeket, holott ott van közvetlenül mellett egy telek, amire már megegyezések születtek, meg előkészületek történtek, és furcsa módon ugye itt megakasztásra került ez a dolog. Hát ugye folynak az egyeztetések, mondom, ez nekem nagyon furcsa, hogy mitől emelkedett hirtelen 200-ról 400 millió forintra vételár, és erre mennyire partnera ez a cég, hogy ezt vásárolja meg. És hát vannak elképzelésem egyébként, hogy hol van a kis ördög elásva, de hát ez egy másik dolog. A lényeg az, hogy ők ezt a Tesco ingatlanát kiszemelték maguknak, és a Püspök Ladány város önkormányzatától ki akartak csikarni egy olyan nyilatkozatot, miszerint mi anélkül, hogy bármilyen egyeztetés folyna, mi hozzá fogunk járulni, hogy ezt átminősítsük, ezt az ingatlant. Jelenleg kereskedelmi tevékenységre alkalmas körbe van ez benne. Egy gippes, egy gazdasági gippes, jól mondom, gipp, itt tudom én milyen verzióban, ahol viszont termelési tevékenységet akarnak folytatni, de ezt számunkra nem akarják nyilvánosságra hozni, és azt sem akarják, hogy mi ezt a lakossággal megosztjuk ezt a jövőbeni elképzelést, hogy mi akarod megvalósulni, amire én azt mondtam, hogy Bene Gyula 2 nem lesz. Vagy elmondják, hogy mit akarnak, vagy tudunk róla normálisan dönteni, hogy igen vagy nem, de én úgy gondolom, hogy város rendezési tervet nem azért hozott létre az önkormányzat, meg a megyei, hogy mondja már, aki ezeket az anyagokat összeállítja, tehát nem azért hoztuk létre, hogy ezt minden évben kitalálom, és akkor holnap megváltoztatom. Mikor kijön, kitalálja, csettint egyet, most ezt akarnánk csinálni, adjátok hozzá a hozzájárulásokat, és majd amikor nem tetszik, akkor holnap tovább állok, és kész. Tehát ennek az átminősítése is egyébként is több mint egy fél éves húzavona, pénzbe kerül, ezt nem látjuk ki, milyen módon szeretné ezt vállalni. Másik oldalról pedig valószínű, hogy ez a terület számukra kicsi is. Egy utat szerettek volna megvásárolni tőlünk, ami nem eladó, tehát utat el nem adunk, és azt a tevékenységet, amit akarnak ott folytatni, nem valószínű, hogy ott meg tudják valósítani. Tehát én jeleztem is egyébként a Johnson Control felé és az FMF felé, hogy március 15-én a mi nyilatkozatunk lejárt, legyenek szívesek, tájékoztassanak bennünket, hogy mit akarnak a jövőben akkor, hogy fenntartják-e a szándékukat, vagy nem, mert jelzem, vannak érdeklődők, akik szeretnének Püspök Ladányba betelepülni, úgyhogy sokáig biztos nem tudunk várni arra, hogy ők miképpen akarnak gondolkodni. Ezzel kapcsolatban folytattuk ezt az egyeztetést, most ott tartunk, hogy várom ezt a levelet vissza, hogy akkor mik az elképzeléseik, de hallottam én arról is, hogy nem csak azt a területet nézték, hanem nézték a új telepen a közkép területét is, meg állítólag még egy negyedik verzió is van, amit még nem tudok pontosan, de erre mutatom, az is fog derülni, hogy akkor most nem tudom, hogy mennyire sürgős számukra ennek az új beruházásnak a beindítása, de egyre kezdek uszába az egész történet, és ami nekem leginkább fáj, gondolom képviselőtársaim számára is, hogy itt tavaly novemberben itt ilyen veszőfutással gyorsan hoztunk egy döntést arról, hogy akkor induljunk ebbe a dologba. Én úgy gondolom, kezet is fogtunk rá, és én úgy gondolom, hogy kézfogás legalább annyit ér, mint egy szerződést kötöttünk volna, és ezzel szemben pedig február környékén pedig egy teljesen új verzióval álltak ide elébünk. Az ő döntésük, ahogy ők lépnek, mi mindenben partnerek vagyunk abban, hogy itt minél több munkahely létesülhessen, abban is partnerek vagyunk, hogy ide települjenek, minél nagyobb gyáregységet hozzanak létre, de csak törvényesen, és úgy, hogy egymás szemébe tudjunk utána is nézni. Következő, dr. Magyar György ügyvédőrrel egyeztettünk a Bene Gyula utca építkezésével kapcsolatban, tehát ezen a délutánon ugye felmentünk kolléganőmmel és a Bene Gyula utcán lakó két személlyel, Pap Anikóval és az élettársával a dr. Magyar Györgyhöz. Ott egy órát kaptunk arra, hogy vázoljuk mégis azt, hogy mik az alapdolgok, amiket szeretnénk elérni. Minden kérdésre az volt a válaszunk, vagy minden lehetőségre, amit felállított, az volt a válaszunk, hogy ezt már megléptük. Ezen már túl vagyunk. Tehát igazából semmi konkrétumot még egyelőre nem tudott ajánlani. Abban maradtunk, hogy ez volt az első óra, amikor úgy, hogy nagyjából átbeszéltük a dolgot, ez nekünk 100 000 forint plusz áfába került.
egy óra hossza, és még egy óra hosszát már lefoglaltunk tőle, hogy akkor lássuk, hogy mit mond azokra az anyagokra, amiket most teljesen összeszedtünk, és elpostáztuk számára, hogy akkor mélyebben bele tudjanak tekinteni az anyagba. Igazából az első körös elmondása alapján az volt a véleménye, hogy ezzel mit kezdeni, igazából ő nem nagyon tud, mivel hogy ez az ingatlan nem az önkormányzaté, az állami terület, és ehhez sem az önkormányzatnak, sem a lakosságnak, sem a szomszédoknak semmilyen köze nincs. Ez volt az alapfelállása. Itt egyik vonalon azt közelítettük meg, hogy valamilyen kártérítési igénye lehet az ott lakóknak, mivel hogy az érzékenyítés nem történt meg. Mi ez irányba szerettük volna továbbvinni a folyamatot, hogy nem volt érzékenyítés, és akkor hogyan lehetne ezt valami módon akkor feléjük akkor prezentálni. Valami fajta kártérítési igényel el lehetne indulni, van egy másik lehetőség, mert ugye ezt a pályázatot már 6. haszakor ezt be fogják fejezni, át fogják adni az épületet, a kulcsot, tehát ők az első pályázati feltételnek meg fognak felelni, hogy megépítették az ingatlant. A másik lehetőség, amit már, ugye ezt is vázoltuk már többször itt a testület ülésen, bizottság ülésen is, hogy mi lenne akkor, hogyha még cserébe adnánk nekik helyette egy másik ingatlant, ahol ezt a tevékenységet tudnánk folytatni. Ugye azt azért hangsúlyoznunk kell mindannyiunk számára, hogy nekünk nem azokkal az emberekkel van a problémánk, akik oda beköltöznének. Tehát azzal nekünk semmilyen gondunk, meg a lakosságnak sincs, hogy azok a beteg embereknek nyilván nekik is megvannak az alapvető jogaik, és ugye nem ez a problémánk nekünk, hogy ők oda beköltöznének, hanem az, hogy milyen módon jutottunk el idáig, tehát hogy a lakosságot nem tájékoztatták, az érzékenyítés nem történt meg, és az alapvető problémai is ebből adódik. Most azon a vonalon vagyunk, hogy akkor átnézte ügyvéd úr az anyagot, akkor nyilván fog nekünk prezentálni valami javaslatot, és ennek alapján akkor azért én a lakosság felé ezt prezentálva, akkor meggyőződhetünk arról, hogy tulajdonképpen minden utat végigjártuk annak érdekében, hogy ezt valami módon akkor ezt korrigáljuk, ezt az ügyet. És én úgy gondolom, hogy ha elmentük az ország egyik legnagyobb, nevesebb ügyvédjéhez ezzel az ügyjel, és az ő válaszára, az ő javaslatára már szerintem mindenki elhiheti, hogy ez akkor csak abban az irányban haladhat tovább. Most mondom, ez a másik lehetőség az, hogyha az önkormányzat magára vállalja és megépíti ugyanezt az ilyen kondíciókkal ezt az épületet, saját forrásból, vagy nem saját forrásból, itt a lényeges része, hogy eldöntjük azt, hogy igenis akkor ebben belevághatunk, megépítjük akár Bárándon is, ahol polgármester úr ígéretet tett rá, hogy ott lehetne tovább folytatni ezt a beruházást, megépítenénk, és kulcsra készen átadnánk, elcserélnénk a két ingatlant. Ezzel tulajdonképpen ezt a jogi oldalát is ki tudnánk húzni, mert ilyen még ilyen precedens nem volt, de nem zárkózott el tőle az SZDF sem. A másik kérdés az, hogy miből építjük meg. Na most itt jönne be az a kérés az önkormányzatnak, hogy megkeressék államtitkár urat, a körzet képviselőjét, hogy segítsünk nekünk ebben, hogy találjunk forrást hozzá, hogy miből lehetne megvalósítani akkor ezt a beruházást. Amivel tulajdonképpen mindenki jól jár, én úgy gondolom, hogy a kormányzatnak egy ilyen vélemény szerint 80-100 millióból megépíthető lakóegységnek a akár egy egyszeri segítségnyújtásával is szerintem a kormánynak nem jelentene ez különösebb problémát, amennyiben nyilván államtitkáról megfelelő módon prezentálja majd ezt feléjük. Most itt tartunk ebben az ügyben. Tehát várjuk vissza akkor a ügyvéd úrnak a levelét, amiben jelzi, hogy akkor mikor tudunk akkor felmenni hozzájuk. De ha nem, akkor én nyilván én egy jövő hét közepe táján egy levélre fogok velé fordulni, hogy akkor szeretnénk, hogyha egy újabb egyeztetést folytatnánk. Következő kérdése képviselő úrnak, dr. Komoróczi Károly igazgató úrral egyeztettem a rendelőintézet mellett eladott telekkel kapcsolatban. Most mindannyian tudjuk, hogy meg ugye korábbi időszakban még eléggé vérmesen és élesen kijött az, hogy a rendelőintézetek nincsen parkolója, és ugye a Penninél is ugye megtiltották azt, hogy parkoljanak egyáltalán az autók, és akkor elindultunk abban az ügyben, hogy hol találnánk egy olyan helyet, ahol ezen enyhíteni tudnánk, és jelentősen tudnánk enyhíteni. Mindannyian
tudjuk, hogy ott helyben a orvosi rendelő már nem bővíthető, tehát ott nincsenek ingatlanok, itt a Kossuth utcán, de viszont a másik oldalon, milyen utca, és ott hirtelen akartam mondani, Batthyány utcán, ott most jelenleg azt hiszem két ingatlanos eladó egymás mellett. Az egyik mindenképpen, amire már ugye ott előzetes egyeztetések szerint egy olyan 8-10 millió forint körül összeget mond a tulajdonos, hogy ezt eladná, ez jelentősen javíthatná ott a parkolási lehetőséget. Hosszú távon gondolkodom, nyilván ennek a forrását is meg kell találjuk, és a közvetlen mellette lévő ingatlannál a tulajdonos esetleg eladná a kert részét, ami szintén megint a rendelőintézet felé esik, és ott egy akár egy 1500 négyzetméteres parkoló területet tudnák felszabadítani. Ezáltal nagymértékben javulna ott az orvosoknak is a parkolási lehetőségei a belső udvaron, meg akár meg tudnánk nyitni akkor a betegeknek is azt a parkolót, hiszen akkor Batthyány utcáról meg tudnák közelíteni. De ez mindegy, csak erről beszéltünk igazgatóról, hogy a jövőben, hogyha erre nyílik lehetőség és olyan pályázati forrást tudnánk szerezni, ahol ingatlan vásárlási számításba jöhetne, akkor nyilván ezt előtérbe kellene helyezni, vagy pedig ha valamilyen plusz bevételünk jöhetne, akkor esetleg az ingatlan vásárlást is meg lehetne próbálni. Köszönöm szépen. Morsos László képviselő úr, kérsz. Köszönöm szót, a polgármester úr. Április 11-én. A dr. Tisza Péter ügyvéd úrral egyeztetett. Itt főleg a mondat második része érdekelve az 1A horgásztó kapcsán. Illetve április 15-én a Püspökladányi Hírek terjesztésével kapcsolatban egyeztetett Galinéi Mile Andreával, hogy ez csak egy technikai megbeszélés volt. Mikor volt ez? Április 15-én. 15, csak hogy behozzam itt magamnak, hogy... Az utolsó mondat. A Püspökladányi Hírekkel kapcsolatban, jó. Hogy ez technikai megbeszélés volt, vagy pedig mondom, változni fog a terjesztés az újságnak. Köszönöm szépen, tehát Tisza Péter úrral egyeztettünk április 11-én. Igazából olyan lényegesebb része nekem az volt, hogy a Gárdonyi Géza utcára ugye megkötöttük a végleges szerződést. A másik részén, ahol az A1-es horgásztó kapcsán ugye már itt közel 4 hónapja megyen a húzavona, hogy hogyan legyen, mint legyen, hogyan történhetne. Én ezzel kapcsolatban igazából kolléganőm jobban el tudnám mondani, hogy most pontosan mi a helyzet. Megkérnélek, akkor mondd már el, jó? Igen, köszönöm szépen. Tehát ügyvéd úrhoz érkezett Komor István úr az egyperátó képviseletében, ugyanis régebb óta húzódik a átadása a tónak. A képviselőtestület szándéka megvolt, hogy ingyenesen átadja a tavat a egyesületnek, azonban a legelőként volt nyilvántartva ez a terület, és ezt rendezni kellett a földhivatallal, mert ugyan régóta húzódik ez az ügy, de nem volt jogszabály szerint elrendezve. És a ügyvéd úrnak nem áll módjában sem a volt dr. György Péter ügyvéd úrnak, sem pedig a mostani ügyvédünknek nem áll módjában addig aláírni a halgazdálkodásról és szóló szerződést, amíg a terület nincs rendben. Jelenleg a telekalakítás zajlik, és a szakhatósági engedéllyel volt egy pár kérdés, amelyet a földmérővel rendezünk, és remélhetőleg hamarosan ez megoldódik ez a probléma, és akkor alá tudja írni ügyvéd úr is ezt a szerződést, azaz rendeződik véglegesen a területalakítás is, és a tó valóban tó lesz a tulajdoni lapon is, és akkor semmi akadálya, hogy birtokba vegye a egyperátót az egyesület. Igazából most is van átruházott hatáskörbe, a bizottság odaadta az egyesületnek a tavat, hogy ott jogosan tartózkodjanak, illetve tevékenységeket végezzenek. Sajnos a mindkét ügyvéd véleménye elkövágott azzal, hogy mi legelőként van nyilvántartva, tehát a telekalakítás nem fejeződött be, addig nem áll módjába egyik ügyvédnek sem aláírni a szerződést. Ezt az állapotot egyeztette a ügyvéd úr és az egyperátó képviselője. Köszönöm szépen.
A következő, ami kérdése volt képviselőnök a püspökladányi hírek terjesztésével kapcsolatban. Ugye korábbi testületi ülésen, meg bizottsági ülésen is elhangzott már az, hogy nagyon sok helyre nem érkezett meg a Ladány újság. És most folyik egy belső nyomozás azzal kapcsolatban, hogy hol kerültek az újságok. Egyes hírek szerint Karcagon a szeméttelepen található meg kötegestől az újság. Ez azért kicsit furcsa, mert ugye nekünk a postával van szerződésünk, és azért nem gondolná az ember, hogy egy ilyen intézménnyel kapcsolatban nekünk problémáink lehetnének. Voltak mintavételek, és nagyon sok esetben nem kapták meg a lakosok az újságot. Többek között én sem, és ugye itt közben is Jónián jelezték, hogy hónapok óta nem kap ilyen újságot. Ezért lejöttünk az intézmény, a tagintézmény vezetővel, Galini Mille Andrával és Kecán Zoltánnéval azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk ezen változtatni, és akkor kettő legyet ütnénk egy csapásra. Egy az, hogy a közmunkásainkat egy kicsit befognánk egy ilyen kis sétára, és akkor közben ugye a szemetet is tudják ellenőrizni, és akkor a közmunkásokra bíztuk rá, hogy az egész város területén szórják ki az újságot. Nem tudom, hogy mindenki megkapta-e, hogy van esetleg, aki most ebben a hónapban nem kapott újságot, tehát már most elvileg mindenkinek ott kell lennie. Nem kaptál? Te kaptál? Igen. Kaptál. Jó, és akkor ezzel együtt kiküldettük az önfenntartási papírost is, a tájékoztatót, hogy akkor hanyadikán lesz. És na most azt tapasztaltuk, ezt két nap alatt le is rendezték nagy részét húsvét előtt, és egy valamennyi maradt húsvét utára. Húsvéton azt tapasztaltuk, hogy ugye elvileg minden házba bedobták, hogy közel 650 darab újság maradt meg. Ez azt jelenti, hogy nem kell annyi darabot sem rendelni, mert akkor valaki jól leszámolta, hogy hány darab újság kell. Tehát az már legalább egy 10%-os nyomtatási költségcsökkentés jelenthet. A településen másik oldalra meg bízom benne, hogy akkor ennek okán akkor a jövő hónaptól kezdve már normálisan, vagy e hónaptól normálisan megkapja mindenki, aki igényt tart erre az újságra. És nem utolsó sorban egy-egy ilyen újság kiadás pénzbe került, darabonként azt hiszem 6 forintba. Most ezt a pénzt akkor az intézmény meg tudja spórolni. Tehát ez egy 45-50 ezer forint, mondta ez a költség, ami szintén megtérülése kerülhet. Majd Kincses úrnak majd akkor majd megnézzük, hogy ott miért nem hordták ki, meg ki volt az, aki ott vitte az újságot. Hogy, mert mondtuk, hogy mintát fogunk venni újra, és ahol azt tapasztaljuk, hogy nem megfelelő módon történt meg, akkor kicsit még jobban, hatatósabban oda fogunk fordulni. Tehát a képviselőnek a válaszom igen, hogy végül is ezen módosítani kellett, mert ugye ez nem gondolom, hogy ennyi pénz belül a város vagy az intézmény annak az újságnak a megszerkesztésébe, kinyomtatásába, és a végén a karcagi szeméttelepen kössön ki. Hát ez abszurdum szerintem. Marga Zoltán képviselő úr kérdez. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. Én március 25-ére kanyarodnék vissza az Ördváros kialakítása a Püspökladányban című pályához kapcsán. Bíráló bizottság ülése került sor. Szeretném kérdezni, hogy mi történt, milyen döntés született, mikor kezdődhet meg a beruházás. Április 4-én volt egy újabb egyeztetése a polgármesternek, illetve jegyző úrnak az FMF Kft-vel, hogy ott miről tárgyaltak, esetleg van-e új információ, ami az előbb nem hangzott el ezzel kapcsolatban. Április 15-én Kis Zsolt plébános úrral és dr. Farkas Dezsővel, Répási Rózával egyeztettem a katolikus templom udvarán. Szeretném kérdezni, hogy itt miről egyeztettek, lehet-e tudni, hogy valamilyen megállapodás születette. Gondolom ez a Bene Gyulai otthonnal kapcsolatos egyeztetés volt. Még ide a Bene Gyulai utcai otthonhoz kapcsolódóan szeretném kérdezni, hogy a polgármester vagy edző úr kívánne belső vizsgálatot indítani annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön, hogy kialakultunknak kik a felelősei, lehet-e őket nevesíteni, illetve milyen felelősségre vonást lehet ezzel kapcsolatban megtenni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Április 4-ek esetén Imrével folytatott. Hát végül is elmondtam az egész történetet, hogy jelenleg hol állunk. Imre egy másik papíros hozott be még nekünk 4-én, hogy amivel jobban rá tudna erősíteni a cég arra, hogy ez milyen gyorsan, sürgősen kellene intézni. Igazából azóta, mióta beszélni, nem is jelentkeztek, tehát itt várnák itt
irodavezető asszonnyal egyeztetett ez a megbízott cég, aki ki van jelölve arra, hogy válasszak a legjobb, megfelelőbb, legdrágább területet a Johnson Controlnak, amit megvásárolhasson. Itt tartunk jelenleg. Várom vissza a levet, éppen kérdeztem jegyző urat, hogy visszakaptuk-e már az FMF-től, de még nem jött visszajelzés akkor, hogy mi az elképzelésük a jövőben. És ami 25-én az Őrvárossal kapcsolatban, én mint szemlélő voltam jelen, csak hogy mégis, hogy lássam, hogy mi folytott a bizottság ülésen. Mégis csak az Őrváros kialakításánál csak az a három része volt bontva ugye a pályázat, volt egy építési felújítási beruházás, van a kerékpárút, ami ugye megyenke a Borvástól kifele, a másik pedig ugye a felújítás az, amit a katolikus templom mellett lévő épület, amiben most tulajdonképpen a Vöröskereszt van, meg a varrodásaink kaptak helyet, őknek az áthelyezése már most folyamatban van. Erről volt szó, és tulajdonképpen a harmadik, ami nyert, az magának itt a város központjának a rekonstrukciója, amit tulajdonképpen legtöbb rész a füvesítés, fásítás, meg az egyéb itt dolgok vannak benne. Ez nyert, ez a pályázat, amit jóvá is hagytunk, tehát testületi ülésen legutóbbi, na jól emlékszek rá, azt jóvá is hagyta a testület. Ennek a tulajdonképpen a folyamat ott tart, hogy már megszemlélték a területet, akik megnyerték a pályázatot, és ha minden igaz, éppen most szóltak a kollégák reggel, hogy 29-én írjuk alá a szerződést. Azt hiszem az étfő. Csak mondom, hogy határában nem néztem, hogy nekem az hogyan lesz, mint lesz, de elvileg 29-én aláírjuk a szerződést, és akkor ott abban is elindulhat a folyamat. A másik kettőnek pedig ugye abban maradt a testület, hogy meghívásos pályázati kiírások kibocsátani, ez folyamatban szerintem röviden belül ez is meg fog történni. Akkor Kis Zsolt plébános úrral egyeztettem, hát nem a Benegyula utcáról beszéltünk jelen esetben, hanem arról egyeztettünk, hogy Vitéz Nagysanyi bácsi, aki az Erdő utcán lakik, jól mondom, hogy megyünk kifele, vagy Erős-Lajos a temetőben megyünk kifele, Erős-Lajos utca elején lakik, ő neki, nem tudom mennyien láttátok, már van egy ilyen keresztje, ami bejárta már itt legalábbis a megyét, egy ilyen fa kereszt, ami ilyen írások vannak rajta, és ezzel kapcsolatban ő ezt felajánlott először a városnak szóban, majd ugye az egyháznak, és az egyház, úgy döntöttünk közösen az egyházra, hogy akkor a katolikus templomnak az udvarán kerül elhelyezés, és azért egyeztettünk ott az udvaron, hogy akkor kijelöltük, hogy legyen, mint legyen, hol legyen, és ez tulajdonképpen a Szent Imre szoborral egységben a Bajcsi-Zsilinszky utcán lehet látható az utcáról is. És akkor nem kint van, hogy összetörék valamire, egy elég ilyen kis vékony anyagból készült keresztről van szó. Ezt helyeznénk el majd ünnepélyesen majd ott a parkban, és ehhez kérte a plébános óra segítségünket, hogy a közmunkásainkkal, a startmunkásokkal ott egy alapzatot alakítsunk már ki, és akkor ez ünnepélyes keretek között akkor átadásra kerülne. Erről volt szó. Ez, ha minden igaz, akkor június 4-én lesz az ünnepélyes átadás. Épp a héten beszéltük a vezetőin, a kollégákkal, hogy akkor mérjük már fel. Egy ilyen 50x50-es alapzatot kellene készíteni, ami szinkronban van a Szent Imre szoborral, alapzatával, és akkor azt bárki láthatja napközben. Más volt még, vagy nem? Ennyi volt? A Benegyulához kapcsolatban, hogy maradj. Ja, nem volt, tehát ezzel kapcsolatban azóta fel sem hozták a dolgot, és azóta azt mondta plébános úr, hogy ő feljebb vitte az ügyet, onnan vissza választ egyről nem kapott. Itt van belső vizsgálat. Igen, tehát a belső, a Benegyul utcával kapcsolatban ugye azért nagyjából már tudjuk, hogy ki a felelős, hiszen az SZIF küldött számunkra egy levelet, én mindenkivel megosztottam ezt a levelet, hogy igazából ők senki mással nem egyeztettek, csak polgármester asszonnyal, szóban és írásban. Én úgy gondolom, hogy nagyjából azért körvonalazódott, hogy ki a felelős ezért az egész ügyért, hogy megfelelő tájékoztatást a lakosság nem kaphatod, meg a képviselők sem. És azok ügyében, hogy akkor ennek induljon-e felelősségi vizsgálat, én szerintem, hogyha készítik egy legfeljebb egy előterjesztést, akkor szerintem a testület döntsön ebben, hogy akkor ez elindulhasson ez a folyamat. Amennyiben úgy gondoljátok, akkor én ezt megteszem, és jegyzőrral akkor egy előterjesztést majd megfogalmazunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fegyves Vidor képviselőtársa. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Április 4-én dr. Tisza Péter ügyvéd úrral egyeztettünk.
nem olvasom a többit, miről volt itt szó. Április 5-én Újtelepi közmunkaelnöködést tartottunk. Mik a tapasztalatok? Akkor április 13-án Biharkeszthessen részt vettünk a Bigod Expo-n. Erős mi a tapasztalat? Jó, és akkor mi volt az első az adta? Dr. Tisza Péter, Ügyvéd úr, egyeztet. Kovács Tisza, nincs egyetlen. Oké. Rendben, akkor kezdeném akkor az április 4-eivel. Ugye elnök asszonynak régóta húzódik ez a szolgáltató lakás bérleményes ügy, ami ugye már jó néhány helyen megjelent úgy a lakosság körében és fórumon, meg itt a hivatalban, bizottsági ülésen, és úgy gondoltam, hogy ezt most már teljesen rendbe kéne rakni mindenkinek a megnyugvására, mert az sem egy megfelelő állapot, hogy például elnök asszony azt se tudja, akkor lesz fedél a feje fölött, vagy nem lesz, vagy milyen irányba megy az egész dolog. De úgy látom, hogy jó irányba haladunk az ügy megoldásával kapcsolatban. Ekkor én összehívtam az összes érintett félfelet, a ügyvéd urat, jegyző urat, alpolgármester urat, Kovács Krisztina bizottsági elnök asszonyt, Varga Lajos urat, aki ugye maga a bérbeadással a szerző is megkötötte, és Szabó Nagy Andrea irodavezető asszonyt, és ott átbeszéltük az egész ügyet, hogy hogy volt, mint volt, hogyan tovább, és ennek megfelelően került egy előterjesztés a Humán Bizottság elé, amit a Humán Bizottság most azt hiszem múlt héten tárgyalt is, erről volt szó. Április 5-én az Újtelepen közmunka ellenőrzést tartottunk. Hát ugye én nem is minden héten, de általában két hetet egyszer kimegyek és megnézem, hogy milyen állapotok vannak. Hát nagyon nehéz őket karba tartani, vagy egy irányba terelni, az biztos. Hát a helyzet nem reménytelen, tehát azért egyre többen azt lehet mondani, hogy legalább már odaig eljutottunk, hogy legalább bejárnak dolgozni, és némi kis unszolásra akkor egy kis fizikai munkát hajlandóak végezni. Még mindig volt olyan, aki valami oknál fogva nem tudott ott lenni, akkor azt szabadság, vagy ki lett húzva, tehát az napja. És némi probléma volt még az adminisztrációval is, de ezeket ugye ott elmondták, Erikáik is kint voltak szerintem akkor, amikor kimentünk, és akkor el lett mondva neki pontosan, hogyan kell, mit kell ezeket vezetni. De igazából mondjuk itt a roma kisebbségi önkormányzatnál ilyen nagyobb kiágás nem történt szerintem. Inkább a többi munkacsoporttal voltak problémák, akiket viszont nagy része már ugye fel is mondott. Ugye, mert ugye a munkát nem végzett, meg nem jár be, akkor ugye tartottunk nekik egy eligazítás, hogy mik az elvárások velük szemben, és akkor kemény egyeztetés követően két éjszaka után kimondták a boldogító nemet. Tehát felmondtak a közmunkaprogramból, amit át tudunk adni olyan személyeknek, akik esetleg sokkal többet tudnak segíteni nekünk akár az intézményhálózatunkban is. Volt még valami képviselő? Április 13-án. Ja, igen, április 13-án Biharkeszthessen vettünk részt a Bihar Bior Expo-n, ami jó néhány éve működik már ott Biharkeszthessen. Tulajdonképpen ott ez egy olyan expo, ahol a önkormányzatok, magánvállalkozók, vagy inkább őstermelők tulajdonképpen ottan ki tudják a termékeiket állítani, és akkor egy nagyobb, nevesebb rendezvény keretében ott mindenki megjelenik, és ott még díjakat is osztanak ki abban az évben, kikértek el a legjobb eredményeket. Ott a megye részéről is, és a város részéről is, meg az iparkamara részéről is díjakat adnak át ilyenkor, ami elég színvonalos rendezvény volt, csak ugye amikor még reggel ott tartózkodtunk, még elég esőre állt az idő. Több mint 50 kirakodó volt jelen, és ugye neves fellépők is megjelentek ezen a napon. Úgy gondoltam, hogy nekünk is ott kell részt kell venni rajta, ha már van nekünk egy nagyon jó kis varrodánk, meg az egyéb elemeket is be tudtuk ezen a napon mutatni, és úgy gondoltam, hogy ha már a miénk ott vannak, akkor illő a részemről is, hogy megjelenik ezen a rendezvényen, és akkor én meg is dicsérem őket ezen alkalomból is, hogy milyen jól helyt álltak ezen a napon. Balázs Sándor, elnök úr. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Én a március 27-ével kapcsolatban kérdeznék, Keserű Imrével történt egyeztetés során, mint információt tudtomra adta, hogy át kell minősíteni a területet ipari jellegű parkká. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy ugyan erre a terület mellé tervezték, vagy szavaztuk meg a napelem parkot, hogy ebben az esetben esetleg nem kellett volna átminősíteni, vagy a kettő nem üti egymást. Hogyha kijelentjük, hogy azt nem vagyunk hajlandók átminősíteni, akkor hogy került oda a napelem park?
Erre szeretnék választ kapni. Illetve egy olyan észrevételem van március 28-ával kapcsolatban, hogy egy fontos információ kimaradt az beszámolóból, pontosan az, hogy testületi ülés után a Benne Gyula utcai lakókkal egyeztettem, és ezen az egyeztetés során alpolgármester úr kijelentette többek füle hallatára, hogy a felelősek megkeresésébe partnerok leszünk, és igyekszünk ebbe az irányba haladni. Ezzel kapcsolatban kérdezném meg jegyző urat, hogy amikor beadtuk az SMS módosítást, amit ma fogunk tárgyalni, a módosítás hátlapján felsoroltunk olyan testületi határozatokat, amiket nem hajtottunk végre. Egyrészt kérdezném, hogy nem-e csúsztunk ki a válaszadásnak az idejéből, illetve hogy hol tart az ügy, szeretnék konkrét tájékoztatást ezzel kapcsolatban kapni. Így első körben talán. Köszönöm szépen. Igen, felmerült a napelemgyárakkal, vagy napelem elhelyezésével kapcsolatban is ez a lehelyező, hogy az át kell minősíteni, vagy nem kell átminősíteni. Ott ugye egy szolgáltatói tevékenységet fognak folytatni, ami nagy valószínűséggel nem zárható ki, hogy miért kellene azt átminősíteni. Megadnám irodavezető asszonynak a szót, hogy ebben van-e valami előrépés, mert emlékszek rá, hogy erről beszéltünk néhány szót. Hát meg kell, hogy nézzem, a szünetben utána nézek, de én úgy tudom, hogy rendezési tervmódosítás volt akkoriban. Tényleg volt. Mikor a napelem erőművekről szó volt. Azoknak az ügye egyébként halad. Az egyiknél biztos, hogy volt, mert azt már én készítettem elő, és testület szavazott is róla. A másiknál nem én készítettem elő, ezt megnézem. Ez halad ezeknek az ügye, hosszas idő még ezeket kialakítják, telepítési terv készítésnél járnak mostanság, úgyhogy, de egyébként ez nem jár zajhatással ez a naperőmű, úgyhogy ilyen tekintetben a lakosságot nem zavarja. Köszönöm szépen. A Benne Gyula utcával kapcsolatban, tehát valóban lemaradt belőle, vagyis kimaradt a közepéről az, hogy ugye a Benne Gyula utcáját is tájékoztatjuk arról, hogy a jelenlegi helyzetről, az akkori helyzetről. Én mondom, semmi akaráját nem látom annak, hogy akkor keressék meg a felelőst. Én akkor most jelzem jegyző úrnak akkor, hogy akkor a következő ülésünkre akkor egy előterjesztés bizottságülésre készítsük már arról, hogy és mellékeljük azokat az információkat, amiket eddig megszereztünk a Benne Gyula utcával kapcsolatban, hogy akkor a felelős találjuk meg. Jó lesz egy képviselő úr? Igen. Köszönöm szépen. Igen. Van egy pár olyan képviselőtestületi határozat, amelyben azt gondolom, hogy a képviselőtestület nem várhatja a hivatartól, hogy ezeknek a határozatát úgymond elvégezze. Mondok egy példát. 59/2018 a polgármester sorozatos törvénysértő tevékenység alapján keresett, akkor majd tessenek megmondani, hogy mik voltak a sorozatos törvénysértések. A másik, ez a Benne Gyula utca ingatlannal kapcsolatos, hogy szintén a felelősök, a mulasztások kivizsgálása. Igen, akkor a 75/2018-as az ellenkérelem benyújtása, hogy vegye figyelembe többek között a kvittek, vasútépítés, stb. Ez az ellenkérelem ügyvédi segítséggel összeállt benyújtásra is került. Azt hiszem, a döntést ismerjük. Igen, a 124/2018 önkormányzati testületi határozat, ez a SZGF-vel kapcsolatos közúcsatlakozásra vonatkozó döntés ellen érkezett egy fellebbezés, és ezt a képviselőtestület elutasította. A napokban kaptuk meg a bírósági döntést, amely során a képviselőtestületi döntését hatályon kívül helyezték, és új eljárásra kötelezték. A ügyvéd úrral most folynak az egyeztetések, és a álláspontok alapján, amint megérkezik, akkor még az új eljárási nyitás előtt akkor egy tájékoztatást fogunk kinyújtani. Köszönöm, Kincses László képviselő úr. Akkor még maradjunk ügyvédi szakban. Én ugyanis most azt tapasztalom, hogy a Lengyel polgármester úr és a Kisa polgármester úr jelentésének az április 4-i fejezetében valami névdifferencia van, mert ugyanazt a
egyeztetési kört. Kisalp polgármester úr Tisza Péter ügyvéd úrral egyeztetett, míg Lente doktor úr pedig Matusz Györgyel. Szeretném megtudni, hogy akkor most két ügyvéd is volt, vagy melyik volt, vagy kinek a megbízásából kiállt el, milyen ügyben, hol, hova, itt volt, nem volt, hogy volt. És van még itt egy ilyen április 1-i tréfának minősíthető mondat, miszerint éppen 1-én Kovács Zsoltal a Hajdúbia megyei napló munkatársával tárgyalt alpolgármester úr. Szeretném kérdezni, hogy ez annak a következmény, ez a nagyszerű mindegyik kamerának mutatom újságcikk, mert a vizuális megjelenítés az egy dolog, de a tartalma az kifogásolható. Jó, köszönöm szépen. A első kérdésére mind a kettő igaz, mert Tisza Péter ügyvéd úrral egyeztettünk, hogy ő fog megjelenni, és majd végül Matóz ügyvéd úr jelent meg az ő képviseletében. Tehát ezért van itt ez a kettősség, amit képviselőtársam lát. Egyébként Kovács Zsolt úrral, a megyei napló munkatársával nem konkrétan arról egyeztettünk, amit ő most felmutatott, hanem arról egyeztettünk, hogy furcsa módon évek óta a napló Püspöklányról semmilyen írás nem közöl, és nem véletlen tapasztalható az, hogy a napló Püspöklányban már nem olyan kelendő, mint korábban volt esetleg. És annak érdekében, hogy ezt megváltoztassuk, ennek érdekében kezdtünk el tárgyalásokat folytatni, és képviselő úr, gondolom, nem csak a mai naplót látta, hanem látta a korábbi naplókat is, amiben azért már jó néhány pozitív jeleket tapasztaló újságcikk jelenik meg. Az pedig, hogy most ez máma megjelent, ez meg egy következő lépés. Hát ha az, hogy képviselő úrnak mi tetszik benne, meg mi nem tetszik benne, én most ki hogy látja a világot, én így látom, ön másképp látja. Dóró Ferenc képviselőtársa. Köszönöm a szót. A polgármester március 26-án Püspökladány Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjaival, közmunkával kapcsolatban egyeztette. Már most valamennyire érintette az április 5-énél, hogy nem velük van probléma a közmunkával. Azért kérdezném, hogy itt hány főről van szó, és mit csinál az a társaság. Április 11-én hadsülésen vettem részt. Ez már több éves folyamat, hogy ez a hadsz napirenden van. Most a polgármesterünk állítólag a vezetője. Most ön lett a vezetője, akkor ezt is örökölte. 250 millió, azt hiszem, van ennek a hacsnak, amit döntenünk kell, hogy mire fordítsuk. Ezt szeretném megkérdezni, miről volt szó. Április 15-én motoros találkozó rendezésével kapcsolatban egyeztettem Ángyás Andrással. Erről csak bővebben köszönöm. Április 15-e, jó? Akkor a roma kisebbségi önkormányzattal is, tehát nyilván mindegyikkel egyeztetik el arról, hogy meg kell próbáljuk kézbe tartani az ott folyó munkát. Mondom, igazából náluk probléma nincsen, megállapodtunk abban, hogyha valakinek problémája van, el kell menni akár napközben is, akkor kérdezkedjen el, kerüljön az vezetésre, hogy hova ment, miért ment el, mikor jött vissza. Tehát ott különösebb probléma nincsen, itt inkább azzal a tizen akárhány fővel voltak problémák, akiket a segítő kezekhez irányítottunk, és próbáltuk azt, hogy a segítő kezek intézmény hálózatában magát az intézmény környezetét próbálják rendbe rakni valami módon, de hát ez igazából nem működött, és ugye itt kellett azt a drasztikus folyamatot beindítani, hogy igenis jó néhány embertől meg kellett válni. Már alapból azért nem működött, mert nem járt be dolgozni. Tehát amit korábban is firtattunk mindig, hogy hol van, ki tartja nyilván, ki igazolja le a napját, ezekre ugye most már pont került, hogy összezárta a folyamat, és ezeket meg folyamatosan cseréljük kifele, de az nem biztos, hogy oda kerülnek vissza abba a környezetbe, hanem jó néhány emberre szükség van a különböző intézményhálózatunkban, akár konyhalánynak, vagy éppen egy udvarosnak, tehát próbálják ezeket az embereket abba az irányba irányítani. Mi volt a második kérdés, a képviselő? A romák, ők hányan vannak? 52-en vannak, azt hiszem 52 fő van. Ők látják az új telepnek a rendbetartását. Az új telepi területnek a rendbetartását. És 10-valahányan voltak, akik a segítőkezeknél voltak állományban. Egy időben, ugye akkor április 5-e körülete kiküldő, hogy az új telepi intézményt rakják rendbe. De odáig jutottunk, hogy nem volt hajlandó a kapár felemelni. Elmondta, hadd lássam, ahogy áll a kezedbe. Nem volt hajlandó megfogni a kapa végét, még akkor se. Úgyhogy érzékeny búcsút vettünk egymástól.
Következő? És 11. 10? 11, Hacs. Ja igen, Hacson vettünk részt. Nem vagyok a Hacsnak a vezetője, tehát ott annak van elnök helyettese. És az elnök helyettes vette át ezt a pozíciót. Én tulajdonképpen azért vettem részt, hogy beválasztottak Pót tagnak az egyik bizottságba, egy bíráló bizottságba. Ezért vettem akkor azon a részt ezen a rendezvényen. Egyébként úgy néz ki, hogy szépen halad. Azóta volt egy következő hadsülés, ahol azokat a pályázatokat, amik tavaly lettek beadásra kerültek, azokat most már a helyi hads szervezet elbírálta, ezeket a közreműködő szervezetek továbbítják, és amennyiben ez pozitív eredményt fog nyerni, akkor utána kezdődnek a szerződések megkötése. Azt hiszem 19 ilyen pályázat volt, meg maga a kulcsprojektünk, amit most újra beadásra került, mert ugye tavaly nem voltak meg az építési engedélyek a művelési ház belső felújításához, valamint a liftnek a megépítéséhez, mert ezek most pótolásra kerültek, és hamarosan ennek az elbírálása is folyik. És akkor Angyán orral, a Ropol Angyás Andrással a motoros találkozó rendezéssel kapcsolatban egyeztettem, hát ő elmondta azt, hogy szeretnék felélénkíteni ezt a régi motoros egyesületi formát. Ugye korábban határok nélkül egyesület végezte ez közel 10 éven keresztül, ez egy kicsikét most leült, és ők szeretnék ettől függetlenül ezt visszahozni, hogy minden év elején májusban tartanának itt Visegrádban egy motoros találkozót. Ez ott valósulna meg a fürdő előtti területen, ott lenne egy kisebb rendezvények, zene, és akkor egy kört tennének nyilván a rendőrség egyes bevonásával. A gyerekeknek tartanának ott bemutatót, meg egyebeket, amiről egyeztettünk, és kérte a segítségünket András azzal kapcsolatban, hogy honnan tudnak áramot venni, meg kéne néhány sátor, meg asztal, meg szék, amiben a művelési központ, mivel hogy az a jellegű programból van szó, minden segítséget megfogadni. Köszönöm szépen. Balázs Sándor, elnök úr. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Április 16-ával kapcsolatban kérdezni. 16? Igen, a Before Expo-val kapcsolatban, hogy mit állítottunk ki első körben, tehát mi volt, amit mi oda vittünk és kiállítottunk, illetve kérdezném, hogy bizonyos, hogy milyen információim vannak arról, hogy bárányokat vittek el a telepről, hogy ezeket értékesítettük, vagy esetleg ezeket vittük a kiállításra, vagy hogy ezek a bárányok mikor fognak visszakerülni a telepre. Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy azt mondtuk, hogy arra hoztunk határozatot, hogy minden start, mint a programban eladásra kerülő terméket valamilyen szinten, testületi szinten tárgyaljuk, illetve akkor a cél irány az öregek, öreg tenyésztésre alkalmatlan birkáknak a felvágása volt. Köszönöm szépen. Hát a Bihar Expo-ra a birkákat nem vittük. Ott ugye a helyi sajátosságokat mutattuk be az Expo-n. Ezek voltak a különböző száraz tészták, akkor azok a termékeket, amiket a varrodak készített, ezeket mutatták ott a hölgyek, befőttek, meg egyébek a lekvár, amit én is ott láttam ezen a rendezvényen. A birkákkal annyi történt, hogy a bárányok leadásra kerültek, azt hiszem 9 darab, ha jól emlékszek rá, 9 darab. Ez egy közel 200 000 forintos bevételt jelentett a Start Munka programnak, és aztán ki kellett cserélnünk egy bakkot, igaz, egy bakkot kellett cserélni, mert ugye az, vagy kost, már az már termékegyebb, ugye? Termékegyebb, tehát, de szerintem erről, Erika, lehet, hogy többet tudna nekünk mondani, hogy ez hogy is történt. Általában úgy, hogy a szót, akkor miről a vezető asszonynak? Hát most pontosan én sem tudom megmondani, hogy hány bárány került leadásra. De a bevétel összeg az nagyjából ott van, de szünetben meg fogom nézni. Illetve igen, egy kosnak a egészségügyi állapot, ami a cserélése kellett megtörténnie. Köszönöm szépen. Hát tulajdonképpen a bárányoknak az értékesítéséből ugye majd a bárányok, vagy a birkák majd felfalják, mert ugye olyan jótékonyok és jószágok ezek, hogy néhány nap alatt akár 10 zsák tápot is meg tudnak enni, furcsa módon. Mondom, én otthon nekem az enyémnek elég volt egy fánglival egy napra, még sok is volt. Ezek nagyon szeretik, nem csak lehet a bárányok, hanem mások is, mert nagyon fogyik az állomány mellől a takarmány is. Úgyhogy ennek is a végére fogunk nézni, hogy mi az oka. Úgyhogy ezt pedig pontosan meg fogjuk nézni, és akkor képviselőre tájékoztatjuk, hogy hány bárány lett, és akkor értékesítésre. Valójában van most egy olyan bakkunk, ami alkalmatlan a feladatra, kos, ami alkalmatlan a feladatra. Ennek a kivágásáról még nem döntöttük, mert
ugye itt többen jelezték, hogy minek etetjük akkor, ha azért csak én azt mondtam, hogy született egy olyan döntés itt közöttünk, hogy a bizottság dönti el akkor, hogy mi legyen ezzel az alannyal, és így úgy döntöttünk, hogy nem a hűtőbe tesszük be, hanem egyelőre még ott marad az állományként. Igazából a Kármin téri iskola jelezte felém tegnap előtt, hogy ott lesz bár, és akkor nekik is jó lenne egy kis birkahús, de azt mondtam, hogy mivel annyira rövid az idő, már a bizottságot nem tudjuk ezzel kapcsolatban meginvitálni, legközelebb hamarabb szóljanak, és akkor nyilván akkor majd tudunk ebbe segíteni. Varga Zoltán képviselőtársam. Köszönöm szépen a szót, a polgármester úr. Még április 2-ával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy Kecán Zoltán névvel a Start munkaprogramban dolgozóknál tettünk látogatást, hogy milyen megállapításokat tettek, mit tekintettek, meg lehet erről többet tudni. Illetve Lentő Péter alpolgármestert szeretném kérdezni, hogy március 29-én a Városok Falvak Szövetsége kulturális régió első szakmai találkozóján azon kívül, hogy elfogadták a beszámolót, esetleg volt olyan téma, ami érint bennünket, vagy esetleg kell tudni valamit. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát a Városok és Falvakkal kapcsolatban jelezném, hogy én az első napján voltam ott a megnyitóján, ugye a következő napon már nem tudtam jelen lenni. Lehet, hogy akkor voltunk Szalókán, nem akkor mentünk Szalókára, amikor ugye folytatódott ez az egyeztetés. Hát ugye ez minden évben szokott lenni egy ilyen szakmai fórum. Ugye a második napján van a beszámolónak az elfogadása, ott a polgármester társam, nem tudom, hogy melyik részén voltál jelen. Próbáltuk a három napból minél több időt ott tölteni. Akkor erről ő fog majd néhány szót mondani, átadnám a szót. Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr. Kapott ön is egyébként kérdést, de ha már nálam van a szó, akkor elmondom, hogy ez pont úgy alakult, hogy csütörtöki nap ugye a testületi ülés volt, így a megnyitóra tudott Kis Zsigmond alpolgármester úrni. Másnap, amikor ők Szalókán voltak ugye képviselőtársainkkal, akkor mentem én, és elsőnek a bizottságok beszámolói voltak, ugye volt ott is a felügyelőbizottsági ülés, utána pedig a közgyűlés volt. Technikai jellegű dolog volt egyébként, püspökladánnyal kapcsolatos dolog nem hangzott el. Hozzátartozik még ehhez a rendezvényhez egyébként, hogy szombaton volt még egy utolsó nap, akkor már szakmaiság nem volt arra, azért nem is írtam, mert nem voltam, akkor már csak igazából szórakozásnak, pihenésnek volt az ideje. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Április 2-án Kecán Zoltán néven a Start munkaprogramban dolgozóknál tettünk látogatást, hát itt igazából a mezőgazdasági vonalat tekintettük meg, ugyanis április elején járt le az ottani munkavezetőnek a mandátuma, és ugye a szerződését nem tudtuk meghosszabbítani, bármilyen formában szerettük volna, hogyha még ott maradt, hiszen ez az időszak az egyik legfontosabb időszak, amikor igazából ugye most folynak a palántáknak a kitelepítései, már ugye a nagy rész ott van bent ugye a sátorban, meg ugye még fűtenek rá, és erre próbáltunk volna megoldást találni, hogy az a palánta mennyisége, ami ott van, ne menjen veszendőbe. Hát sajnos az úr ezt nem tudta ezt a vállalni, ezt a munkát így, mert ugye ő meg nyugdíj korhatárán van, és akkor így elvégy, visszamegy akkor a előnyugdíjba, és ezért más ember kellett találnunk a helyére. Most annak a egy-két hetén vagyunk túl, hogy ő ezt a pozíciót átvette, és próbálja ott ugye a palánta kihelyezésekkel kapcsolatban, meg a kivetett borsót, egyebeket nézégetik, hogy kell-e már, mert először még azt hitték, hogy még nincs is elvetve. De úgy néz ki, hogy az eső nyomán megindultak ezek a folyamatok, és akkor kellőképpen kézbe tudta venni az ügyet. A másik probléma még az öntözés, mert még ugye az sem volt teljesen rendben, és az öntözésnek a problémáját kell ott megoldani, mert hogy ezek a palánták kihelyezésre kerülnek, főleg én időszakban, hogy akár hetekig nincs eső, nem tudjuk locsolni, akkor nincs értelme az egész munkát végezni. Azért jó néhány olyan munkafázis, vagy olyan folyamat, ami a Start munkaprogramban van, lehet, hogy nem is igazán megfelelő, tehát nem is megfelelően lett előkészítve. Tehát egy más stratégiát kell annak érdekében elkezdenünk, hogy ez a folyamat is életképes lehessen. Mert így jelen állapotában, tehát azt, amit igazából el szeretnénk várni tőle, hogy ez rentábilis legyen, ez nem megvalósítható. Tehát még azt is, amit megtervelnek, nagy része már mire, hogyha be tudnánk hozni az intézményünkbe, amit szeretnénk, már akkor arra eltűnik sajnos. Tehát nem véletlen az, amit Kincses képviselő úr elég sűrűn feszegetett itt, hogy hova lett a tojás. Hát lehet, hogy rántotta lett belőle, vagy nem tudom, reggelire,
de tehát ez mind közrejátszik abban, hogy a közmunkásaink munkát nem igazán szeretik kivenni a részüket, és ilyen természetes módon próbálják kiegészíteni a fizetésüket, hogy az ott megtermelt javakat magukévá teszik. Úgyhogy sajnos ezen változtatnunk kell rövidesen. Én azt gondolnám, hogy igazából a két konyhánkat üzemeltető cégünket kellene megkérdezni, hogy milyen termékekre van szükség az óvodába, mik azok az alapanyagok, amiket ők be tudnak használni, és akkor nem gyártani, nem tudom hány más a céglát, amit 5 évig ott tartunk, hogy hívják be a hűtőben, hanem annyi mennyiséget, meg olyan mennyiséget, minőséget termelni, amit a két konyhánk az fel tud használni, és akkor ha már pénzben nem is, de akkor más módon az hasznosulna akár. Köszönöm szépen. Kincses László képviselő úr. Kétszer volt. Akkor van-e még kérdés? Áttérünk a véleményekre. Kincses László képviselő úr. Akkor kezdjük így el a utolsó mondatrészsel. Egy hónappal ezelőtt, amikor a polgármester jelentését tartottunk, akkor én észrevételeztem, hogy önköltségszámítások, az étkeztetési önköltségszámítások a kapcsolatos jelzésből hiányzott, hogy a GESZ-el mikor történt ez az egyeztetés. Én utána az irodának jeleztem, hogy jó volna, hogyha a pénzügyi bizottság elé kerülne, hogy mind a két intézmény, annak mind a két konyhája étkeztetése az önköltségszámítását rendelkezésünkre bocsátja. Más önkormányzatoknál ez testületi határozott kérdése, és nem pedig egy ilyen közlésé, hogy hát úgy gondolták az intézmények, hogy nem kell változtatni. Ez tehát egy hiánynak gondolom jelen pillanatban, hogy nem ismerjük az önköltségszámítás metódusát és konkrét tartalmát sem. Másik ilyen, egy hónappal ezelőtt, a utolsó előtti napján volt a Zöldváros pályázat, és én ott akkor jeleztem, illetve kezdeményeztem egy külső szakértő bevonását arra nézvést, hogy az eljárásrend, illetve a kiviteli ajánlattevőnek az eljárása az mennyiben felel meg a általánosan elvárató közbeszerzési metódusnak. Én nem tapasztaltam ezt az elmúlt egy hónapban, hogy erre bármilyen fajta jelzést kaptam volna. Ugyanakkor lesz majd olyan napirend kicsit később, ahol a pénzügyi bizottság elnökének a javaslatára abban a pillanatban határozat keletkezett belőle. És akkor a hátlevő időmet azt a másfél percet ennek a cikkek szánnám. Tisztelt püspökvelányiak, állítólag a városunk készen áll a fejlődésre. Én azt tapasztalom, hogy ebben a cikkben már az első állítás is tévedés, mert a városunk áll. A többit az hagyja. Püspökvelány áll. Így tart a mondat. És amit fontos belőle most idéznem, hiszen hosszú, javaslom mindenkinek, hogy olvassa el. A fő problémának azt látom, mondja a kis alpolgármester úr, hogy a város életét befolyásoló történésekről a képviselő testület nem kapott megfelelő tájékoztatást. Ez nem csak a múltban van így, hanem jelenleg is. Azért tart ilyen sokáig ez a napirend, mert a tájékoztatásunk, bár most már legalább törekvés van rá, ilyesfajta módon akadozik. És persze nem belemélyedve nagyon sok dologba, hiszen minden kérdésünk, amit a mostaniban is van, az kötődik ehhez a cikkhez, hiszen mind a munkahelyteremtéssel kapcsolatos dolgokban, mind pedig a közlekedéssel kapcsolatos dolgokban, hogy előző napirend, itt feltettünk dolgokat. De hogyha a polgármester úr vagy a polgármester ilyet állít, miszerint, hogy a tanúszodott kérdés majd jövőre, hány éve jövőre? Kérdezem én. És ugyanakkor a másik oldal, hogy a M4-jel kapcsolatos nyilatkozata szerint, és ez eddig korrekt, 2021-re készülnek el a kiviteli terv. De azt akkor tudja meg mindenki, hogy a kiviteli tervek 3 év múlva lejárnak. Tehát ha 3 évben belül a kiviteli tervekhez, amit a kormány rendelt meg, nem csatlakozik a pénzügyi forrás magára a kivitelezésre, akkor azok a tervek megint elvesznek. Egyszer már jártunk így 2016-ban. Na most akkor az ön állítása szerint majd 2028-ra van remény. Ha ilyen megfogalmazásokat alkalmaz, akkor ez tulajdonképpen egy választási kampányszöveg, és ezt kikérem magamnak, mert nincs kampány. Köszönöm szépen. Nincs további. Balázs Sándor képviselő. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Én az irányú véleményemet szeretném kihangsúlyozni, hogy ha a napelempark az egy energetikai pályázat, ami szerintem nem feltétlenül kereskedelmi célzatú,
Tehát én úgy gondolom, hogy ha ott is esetleg módosítani kell a területet ebbe az irányba, akkor véleményem szerint jogos elvárás, hogy egyformán járjunk el. Tehát ha a Johnson Controlsnál is eljárunk, akkor ebbe az ügybe is ugyanígy járjunk el, és ugyanezeket az elveket tudjuk, és ez szerint hozzuk meg a döntésünket. Illetve itt az április 4-ével dr. Tisza Péter ügyvéd úrral egyeztettünk. Ezzel kapcsolatban van egy észrevételem. Én az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet vagy ismertetőt elolvastam. Abba Tisza Péter úr állásfoglalása nem volt egyértelműen szerintem megfogalmazva, tehát elég sok kérdéses dolgot tartalmazott. Én ezt egy remélem létrejövő egyeztetés során minden képviselőtársamnak el fogom mondani ezzel kapcsolatos aggályaimat, tehát én ezzel kapcsolatban most többet nem szeretnék mondani. Én úgy gondolom, hogy az a tájékoztató vagy nem volt pontos, vagy pedig ügyvéd úr megfogalmazása volt esetleg félreérthető vagy hiányos. Köszönöm. Köszönöm szépen. Véleményeknél tartunk? Nem látok én kezdeményt, akkor kérem szavazzunk. Kilenc igen, nulla nem, egy tartózkodással elfogadtuk a beszámolót. Köszönöm szépen, 10 perc szünetet tartunk. Kérlek benneteket, folytassuk a tanácskozásunkat. Kovács Krisztina elnök asszony mondta, hogy egy fél órára el kell neki mennie, hogy be fog csatlakozni. Először még a következő napirendi pont tárgyalása előtt még a jelentéshez kapcsolódóan még két kérdés nyitott maradt, az egyik a napelempark, a másik pedig a birkák története. Megadnám a szót intézményvezető asszonynak ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. A képviselőtestület a 21/2018 12. hó 14-es 14-én született rendeletmódosításával egy utat szüntetett meg azon a területen, ahol napelem park épül. A rendezési tervet más ponton módosítani nem volt szükséges. A napelem parkra egyedi szabályozás vonatkozik, gyakorlatilag bárhol megépíthető, és nem szükséges ezért iparivá vagy bármilyen övezetté minősíteni azt a területet, ahol megépül. Erre egyedi szabályozás van, és az állami főépítész az, aki áttekinti ezeket a iratokat, és szakhatósági engedély keretében lehet erre engedélyt szerezni. Jó, és akkor a birkák cseréje? Ja? A birkák cseréjét pedig akkor Erika. Tehát 17 bárány került leadásra, illetve 7 anyajú. Ennek a értéke körülbelül 440 ezer forint, ami befolyt az elmúlt hetekben. 440 ezer forint. Jó, köszönjük szépen. Akkor áttérnék a következő napirendi pontunkra. Beszámol az önkormányzat 2018 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról című anyag. Kérdezném intézmény vezető asszonyt, szeretnék kiegészíteni az anyagot. Annika. Ez a beszámoló több intézménynek a közös beszámolója, illetve a hivatal is hozzáteszi a saját részét. A bölcsöde, a segítőkezek, gyermekjóléti szolgálat, a rendőrség és a hivatalnak a összeadott anyaga, és ez megy a kormányhivatalba. Köszönöm szépen, látjuk, hogy elég tartalmas anyagról van szó. Kérdések következnek. Ha van kihez feltenni. Nem látok ilyen kezdeményezés, vélemény. Kicsi László képviselő úr. Érdekes, hogy egy kések 3 másodpercet, akkor már végig is van, nincs senkinek kérdése. Hát ez érdekes. No, minden esetre. Én csak azzal foglalnám össze ezt a terjedelmes anyagot,
hogy én általában az elején a demográfiai adatoknál leszoktam bénulni, és ez az idén is így volt. És nem is nagyon akarnék ezen tovább menni, mert minden annak a következménye, hogy hogyan alakul a lakosság demográfiai hulláma, vagy hullámvölgye. Mivel azt tapasztaljuk, hogy a 0-3 éves korosztályban van némi javulás, de a 18 évig terjedő korosztályban ezek nem látszanak, és így azért a végeredmény negatív. Ezért azt az optimizmust, amelyeket sugallani kíván mindig a képviselőtestület egy része, hogy megáll Püspök Lajosnak a fogyása, ezt semmiképpen nem tartom helyes kommunikációnak. Vagy nem beszélünk róla, az se helyes, de ha hazudunk, az meg még rosszabb. És jelen esetben úgy tapasztalom, hogy ez a fajta kommunikációs vonal van. Ez az anyag, amennyiben szabatos, pontos KS adatokon történt, akkor ez egy etalon. Ha pedig ez egy etalon, akkor ehhez kell mérnünk az összes tennivalónkat, és így ezekkel kapcsolatban, és különösen annak a részleteivel kapcsolatban, hogy mennyi veszélyeztetett gyerek van, milyen családi viszonyok vannak, és ez mind-mind összefügg a megélhetéssel, mind-mind összefügg a munkahelyek hiányával, és akkor így áll Püspök Lajos fejlődésre kész. Így, ezzel a módon. Köszönöm szépen, van-e még vélemény? Nem látok ilyen kezdeményezést. Szavazzunk. Aki elfogadja. Nyolc igen, nulla nem és egy tartózkodással elfogadtuk a beszámolót. Köszönjük szépen. Következő napirendi pontunk. Beszámoló a segítők, ezek szociális szolgáltató központ, család és gyermekjavaslő szolgálat és központ 2018 évi munkájáról. Kérdezném igazgató asszonyt, intézményvezető asszonyt, hogy akarja kiegészíteni a beszámolót? Csak egy-két mondattal szeretném kiegészíteni. Igyekeztünk az idén minden beszámolónkat úgy elkészíteni. Egy kicsikét eltértünk a hagyományoktól, kivettük belőle azokat a részeket, amik eddig csak a, úgymond növeljük a lap példányát. Igyekeztünk arra, hogy tartalmilag szakmaiságot tükrözze minél jobban, és áttekinthető, olvasható és érthető legyen mindenki számára. A 2018 év a Segítőkezek Intézményénél egy elég mozgalmas év volt, szakmailag is és személyileg is tekintve. 2018. szeptember 1-től látom én el az intézménynek a vezetését. Azóta több személyi változás történt az intézménynél. Szakmai egységeknek a vezetői lettek lecserélve, és mondhatom azt, hogy pozitív a visszajelzés, hiszen sokkal hatékonyabban tudjuk végezni a munkánkat. Én úgy gondolom, hogy mindenkit olyan feladattal kell megbízni, amihez a legjobban ért. A normatív igényünk szerint teljesítettük évvégén, amit igényeltünk. Egyedül a bentlakásos otthonnál van az, hogy nem tudjuk a 30 főt, nem tudtuk 30 fővel feltölteni az intézményt, és a normatív igényt is az idei év első negyedévére 27 főre kértük meg, nem 30-ra. Én mást most nem szeretnék mondani, várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, kérdések következnek. Balázs Sándor. Elnök úr. Köszönöm. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Én itt a negyedik oldalon, itt a térítési díjakkal kapcsolatban kérdezném meg, hogy itt azt olvashatjuk, hogy szolgáltatási önköltség a Püspökölegy Város gazdasági ellátó szervezet által rendelkezésre bocsátott pénzügyi adatok alapján, mely számítások a mindenkori hatályos jogszabályba foglaltak szerint történtek, tehát hogy mekkora ez az önköltség, mekkora megállapítva a szolgáltatási önköltségnek, tehát összegszerűen kérdezném, illetve van egy észrevételem ott a 27. oldalon, nekem ebben a nyomtatott változatban, itt a táblázatnak az alsó összegző része
az megfejtés tárgyát képezte, mert nem igazán lehet elolvasni, tehát javasolnám, hogy legközelebb ne ilyen erősen húzzuk magunk ki, mert így a matematikát használni kell, és ez még plusz idős van. Hát ilyet, sötét. Ilyen, tehát az enyém, ez nem látszik. Fehérbe. Bár mondom, megkaptam e-mailbe is, tehát ott meg tudtam nézni, tehát ez így csak egy észrevétel ezzel kapcsolatban. Első kérdés, az hanyadik? Nekem a negyedik oldalon van térítési díj adatok. Úgy van a fejlécs, és akkor abban van egy ilyen utalás, hogy... Vagy nem. Igen. Térítési díjakról szól, hogy tehát a jogszabály rendelkezik a térítési díjak számolásával is, kiszámításáról is. Minden évben ki kell számolni minden szakfeladatra az önköltséget. Az önköltségből számoljuk az intézményi térítési díjat, és az intézményi térítési díj alapja a személytérítési díj. Na most az intézménynél legutóbb én úgy tudom, hogy 2015 évben volt önköltségszámítás, utána nem történt, most 2019 évben túl vagyunk a számításokon, legutóbbi testületülésen el is lettek fogadva az intézményi térítési díjaink. Azóta nem történt, meg az önköltségek a 2015-ös adatok szerint voltak figyelembe véve, és a személytérítési díjak sem változtak azóta. Most sem változott a térítési díj, tehát a személytérítési díj táblázatunk nem változott, egyedül az idősek bentlakásos otthonánál van az, hogy emelkedni fog a havi térítési díj, amit az egyén kell, hogy fizessen. Itt a számításoknál meg 27-dik, ugye? Itt a módosított előirányzat kiadás mindösszesen 214.369.205 forint, és a teljesítés 179.047.618 forint. Köszönöm szépen, van még kérdés? Vélemény? Kérdés, Laci, vagy? Akkor... Megadom a szót. Mert a múlt havi ülés során ugye egy bizonyos mértékig előjött, én akkor úgy fogalmaztam meg, hogy nem látható tisztán, hogy abban az esetben, ha a bentlakás esetben térítési díja növekszik, de a étkeztetési térítési díj nem változik, akkor elvileg az a 15 000 forintos növekmény a 90-ről 105 000-re, az gyakorlatilag mindegyike a gondozási rész. ...nek a növekménye, és nem az étkeztetési résznek a növekménye. Vagy, és akkor ott volt a kérdése, vagy pedig, hogy a GESZ felé, akkor ezentúl többletet fognak számlálni. Abban az esetben viszont nem igaz az állítás, hogy a térítési díjak normája nem változik, mert hát hiszen akkor lesz egy egység, ahol változni fog. Ha meg fordítva veszem, akkor ha csak a gondozási díjra növelünk 15 000 forinttal, akkor az 50 000 forint 30%-os növelést hajtottunk végre. Már elnézést, de azt gondolom, hogy a világ nem így működik, és az árak sem, meg az infláció sem így működik. Tehát én azt gondolom, hogy ha 4 éve már nem változott a térítési díj, illetve az annak alapján képező étkezési norma, akkor itt valakik, hogy szokták mondani, a levegőből táplálkoznak, azt meg erősen csodálom, hogy lehetett akkor a tavalyi évben a GESZ-nek 30 millió forintos többlete, Mert hát akkor azt az óvodánál is ugyanúgy kellett volna jelentkeznie. Elvileg közös a pénz. Én azt látom tehát, hogy ezt a rendszert, és ezért is kérdeztem a alpolgármester jelentésnél, miért nem ismerjük meg a képviselőtestei tagjai, miért nem kapták meg az önköltségszámításnak az alapjait mind a két intézménynél. Alapadatok nélkül nem lehet dönteni. Köszönöm szépen. Balázs Sándor képviselőtársam. Én a beszámoló 22. oldalával kapcsolatban kérdeznék, a bentlakásos otthonra vonatkozik ez is. Itt van egy ilyen mondat, hogy minimum személyi feltételek nem elegendőek, illetve az ápológondozó személyzet részére nem megfelelően biztosított a szabadságok kivétele, hogy erre történtek-e azóta valami intézkedések, tehát megoldották.
Azért leszögezni, hogy ez a beszámoló 2018 évi beszámoló, és nyilván azokat az adatokat tartalmazza, és most visszatérve Kincses László képviselő úrnak a hozzászólásához, ugye ő már az idei évi önköltségszámítást mondja, de pillanat mindjárt fogok rá reagálni. Itt problémák voltak a tavalyi évben a dolgozói létszámmal kapcsolatban, nehéz volt kiadni a szabadságokat, de utána a képviselőtestület döntött róla, és két fő közalkalmazottal emelkedett meg, akik ápoló-gondozó jogviszonyban vannak az intézményünknél. Tehát megoldódott. Az önköltség számítással kapcsolatban és a személytérítési díjjal kapcsolatban az idősek bentlakásos otthonát teljesen másképp kell kezelni ilyen szempontból, mint a többi nappali ellátási formánkat. Az idősek bentlakásos otthonában a személytérítési díj tartalmazza, én azt hiszem, hogy ezt legutóbb már mondtam, hogy tartalmazza nem csak az étkezését, hanem tehát benne van az étkezése, benne van az ott tartózkodása, tehát az életviteléhez szükséges minden ellátást, mondom ezt a közüzemi díjaktól kezdve, minden, tehát ebből kell, hogy finanszírozza az intézmény. Az étkezéssel kapcsolatban április 15-től ötszöri étkezést biztosítunk most már a bentlakásos otthon lakói számára. Természetesen ott már emelkedett a gazdasági ellátószervezet felé a fizetési kötelezettségünk nyilván, hiszen két étkezéssel többet biztosít, de ezt nekünk úgy kell kalkulálni, hogy ez benne legyen a személyítérítési díjba. A gazdasági ellátószervezet nem azt az összeget kéri a nappali ellátásnál se, ami nálunk a térítési díj kategóriákban mondjuk megvan határozva, hiszen mi akár az étkeznésnél normatív állami támogatást kapunk, és ugye jövedelem függő, jövedelemnyilatkozat szerint állapítjuk meg a személytérítési díjat, és nekünk van egy vásárolt élelmezés, van egy ár, amit minden egyes adag után ki kell, hogy fizessünk, tekintettel arra, hogy nem minden ellátottunk egységesen fizeti akár az ebédjét, hiszen van, akinek alacsonyabb a jövedelme, nyilván neki alacsonyabb a térítési díj kategóriája, de a bentlakásos otthonnál ez az étkezés is és minden ellátása benne van a havi térítési díjába. És ott, ha nézzük, akkor viszont, ha még mindig ott tartunk, tehát az önköltségnél, és hogyha már az ideiről beszélünk, akkor 200 ezer forintot is meghaladja az önköltség számításnál, tehát egy főre a bentlakásos otthonba az ellátása, és azért ahhoz képest nem kérünk csak 110 ezer forintot tőlük. Köszönöm szépen. Varga Zoltán képviselőtársam, készül. Köszönöm szépen, szóval polgármester úr. A beszámoló 19. oldalán említi igazgatóasszony a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának a csökkenését, illetve hivatkozik a 13 évi jogszabály változásokra, és azt szeretném megkérdezni, hogy ezt mennyiben látja csak a jogszabály változás következményének, hogy csökkent a hátrányos helyzetű gyerekek száma, vagy pedig valamilyen társadalmi javulás is van mögötte. Köszönöm szépen a kérdést. Ön a fogyatékos nappali ellátás ellátottairól beszélt, tehát itt ők róluk van, szóval ez Gárdonyi Géza úti telephelyünkön vannak, és nyilván ezek statisztikai adatok, mindig felmérjük statisztikai hivatal felé, kötelesek vagyunk minden évben oda is beszámolni, leadni az adatokat. Igen, ez a tendencia, hogy a fogyatékosság is nem csak egy fogyatékos rendelkeznek, hanem több, tehát ott is halmozott fogyatékosságról beszélünk, és halmozottan hátrányos helyzetű családok egyre több esetben fordulnak elő, hogy halmozottan hátrányos helyzetű családokból kerülnek ki az ellátottaink. Tehát akkor a csökkenés a jogszabály. Igen, így van, így van. Köszönöm. Így van. Köszönöm szépen, áttérjük a véleményekre. Nem látok ilyen kezdeményezést, akkor szavazzunk.
8 igen, 0 nem és 1 tartózkodással elfogadtuk a beszámolót. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk. Előterjesztés Püspökvárosi Város Önkormányzatának szervezet és működési szabályzatára szóló 6/2013 római 4.4 önkormányzati rendelet módosításáról. Van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Kincses László képviselő úr. Csak annyi lenne, hogy a útszerdei bizottságülésen délelőtt során, amikor hosszasan kitárgyaltuk, értelmeztük és helyére raktuk a dolgokat, akkor jegyzőről végig azzal zárta, hogy ha nem is csütörtökön, de kedden meg fogjuk kapni a szerkesztett anyag, az összerakott rendeletet. Most én nem tudom, de én ilyen összerakott rendeletet nem láttam a csomagban, sem. Igen, csütörtökön nem kaptuk meg, és kedden se, meg szerdán se. De kérdezném, hogy minden eleme mindenki számára ismerte, mert ha nincs egységes szerkezetű anyagunk, akkor vajon mindenki ugyanazt tudja, mint amit szeretnénk, hogy mindenki tudja. Köszönöm szépen, jegyző úrnak adom el a szót. Köszönöm szépen. Én a bizottsági állásfoglalásra mondtam az képviselő úr, véletlen később kerül kiküldése. Az volt az elvárás, vagy legalábbis abban gondolkodtam, hogy a másik két bizottság ülésen még lesznek esetleg olyan felvetések vagy módosító nyitványok, amelyek nehezebbé teszik a bizottsági határozatok állásfoglalások összeszerkesztését, de mivel lényegében a délután ülésező két bizottság is azokat a módosító javaslatokat fogadta el, mint a Városfejlesztési Bizottság egy kiegészítéssel, ezért nagyon könnyen csoportba szedhető volt, és én azt gondolom, hogy ha valaki előveszi az SMS-t, és mellé nézi a módosító javaslatokat, akkor lehet azt látni, hogy melyik pont mire módosul, és melyik veszti hatályát. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Van még kérdés? Balázs Sándor, elnök úr. Köszönöm a szót, alpolgármester úr. Akkor ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy például pénzügyi összevont bizottsági ülésen volt egy Borsos László képviselő által indítványozott, hogy visszaállítani az interpellációnak a lehetőségét. Tehát, hogy ez akkor kimaradt, mert ott elhangzott és megszavaztuk, vagy pedig az hogyan fog belekerülni? Köszönöm szépen. A bizottsági határozatok harmadik oldala, lappalja a legutolsó sor, a pénzügyi és ügyrendi bizottság javasolja az SMS 33 szakasz második és harmadik bekezdésének hatályon kívül helyezését. Ezt javasolt a képviselő úr. Konkrétan a második bekezdés, de az maga után mondta a harmadik bekezdés szövegét is. Tehát benne van. Köszönöm szépen. Van-e még kérdés? Nincs, akkor átérünk a véleményekre. Kincses László képviselő úr. Akkor azt remélhetőleg az egyetértést hangjait érzékelem, vagy legalábbis a tekintetekből. Elmondhatjuk, hogy az a előkészítő és értelmező javaslattevő, kiegészítő munka azzal zajlott le, úgy zajlott le, hogy végül is egy olyan SMS módosítás, olyan új rendelet van a kezünkben, amiről döntenünk kell, amelyik a eddigi tapasztalataink van negatívakat igyekszik korrigálni, és ezzel hatékonyabbá tenni a képviselői munkát. Remélem, hogy ezt mindenki így gondolja, és így is fog róla dönteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vélemények nincs, akkor szavazunk. Döntési helyzet alakul ki. Érdeklődni szeretnénk, polgármester úr, hogy ugye nem volt megkérdezve egyik elnöksége ezzel kapcsolatban, hogy mi volt. Ugye a pénzügyi bizottságnak az volt, hogy 7 főre kellene egészíteni, illetve olvasom itt, hogy a humán bizottságnak is voltak javaslattételei ezzel kapcsolatban, hogy az SMS. Nem kérdeztem, mert a 7 ápontnak nekem nem volt idejére semmi. De úgy hívják, de mind a 3000-ság tárgyalt és úgy tudom elfogadta. Akkor ez a 7 pontos jellegű dolog, ez nincs? Benne. Ja, benne. Bocsánat. Jó, akkor szavazás helyzet alakult ki. Nyomjuk a gombot. A
10 igen, 0 nem és 0 tartózkodás, mert elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, erőteljesztés a nem közművel összegyűjtött háztartás és szennyvíz begyűjtésé nem vonatkozó közszolgálati szerződés elfogadására. Kérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy milyen döntés született, elnök úr. A pénzügyi bizottság megtárgyalta és az előterjesztést támogat. Köszönöm szépen. Kérdezem a Városfejlesztési Bizottságot, hogy mi is megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésre vonatkozó közszolgálati szerződést. Köszönöm szépen, kérdések következnek. Nem látok ilyet vélemény. Kicsis László képviselő, kérdés vagy? Hát, már mindegy, akkor átmegyük. Legyen a vélemény. Lényeg az az, hogy a bizottsági üléseken erről részletesebben beszéltünk, ott részemről ez felmerült, hogy a KFC-nek minden beszámolójában eddig is, de most aztán akkor talán még inkább szerepeltetni kellett volna azt a tényt, hogy nem csak Püspökvárosban, hanem Szerepen és Sápon is működteti ezt a szolgáltatását, illetve hogy azoknak a információk adatait is a testületnek tudnia kell, mert nem így most nehéz eldönteni abból, hogy ez az egész tevékenység csak az állami támogatással együtt tud rentábel is lenni, vagy még területen mennyi a fajlagos költsége, hogy állnak össze ezek a képletek, jelen pillanatban ez az információ nem áll rendelkezésre. Köszönöm szépen, Varga Zoltán képviselőtársam a véleménye. Köszönöm szépen a szót a polgármester úr. Csak amit bizottsági ülésen is elmondtam, azt továbbra is fenntartom, hogy az a megfogalmazás, hogy a szerződésben a szolgáltatónak a tevékenysége ártalmatlanításra is kiterjed, az továbbra is nem felel meg a jogszabálynak, mivel ilyen tevékenysége nincs jogosultsága, nem is lehet. Csak átadásra. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Varga Lajos igazgatórat hallom, hogy szeretne reflektálni. Fáradjon már közelebb a mikrofonhoz, legyen szíves. Köszönöm szépen, tisztelettel köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Ahogy Kincses képviselő is elmondta, tényleg részletesen kibeszéltük, és nyilvánvaló, hogy természetesen támogatjuk. Részletesen ki lesz bontva a szippantás. A következő beszámolunk alkalmával, hogy melyik településen is milyen szippantunk. Igen, volt arról is, ugye, hogy sajnos, hogy látszik ez a tevékenység is, ugye, hogy teljesen államosítási kézbe kerül. Ez nyilvánvaló, hogy a közszolgáltatókat nagy mértékben bekorlátozza, és természetesen látszik az a törekvés, hogy itt is arra törekednek, hogy a közszolgáltatás nem lehet eredményes, csak nulla közeli állapotba kell, hogy kerüljön. A másik pedig az, hogy nekem is igen lenne egy észrevételem, tehát természetesen minden jogosultsággal rendelkezünk annak érdekében, hogy ezt a közszolgáltatást végezzük, de ugye már az ártalmatlanítás az nem a mi kompetenciába kerül, tehát ugye szerződéssel viszont rendelkezünk, hogy az ártalmatlanítóba szállítsuk el a folyékony hulladék. Köszönöm szépen a képviselőt. Köszönöm szépen, a véleményeknél tartunk. Nem látok ilyen kezdeményezést, akkor döntési helyzetbe kerültünk, akkor két részben kell szavaznunk. Először magáról az előterjesztés határozati javaslatáról. Aki egyetért vele, kérem nyomja a gombot. Tíz igen, nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Második része pedig a közszolgáltatási szerződésről kell magáról szavaznunk. Aki ezzel egyet kérdés, annak a rendeleti részéről, ami itt a legvégén található. Aki ezzel egyetért, kérem szavazzon. Tíz igen, nem és tartózkodás nélkül elfogadtuk. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, erőteljesztés a Püspökvári Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. Javadalmazás és szabályzatában foglaltakról. Van-e kérdés? A bizottságok ugye tárgyalták, mind a három bizottság. Kérdezem a pénzügyi bizottságot, hogy milyen döntés született. Pénzügyi bizottság.
tárgyalta, némi vita után az előterjesztést támogatja. Köszönöm szépen. Városfejlesztési Bizottság is tárgyalta. Utóbb a polgármester úr, a Városfejlesztési Bizottság is a javadalmazási szabályzatban foglalta be támogatni. Köszönöm szépen, és akkor a Humán Bizottság az nem tárgyalta, úgy látom itt a anyagban. Egyszerűen bizottságén voltunk, igen. Köszönöm szépen, akkor kérdések következnek. Kincses László képviselő úr. Mint hogy mind a két bizottsággyűlésen részt vettem, és én is fejtettem ezzel kapcsolatos álláspontomat, hogy ki kell egészíteni a bizottság elnöknek, mert itt azzal külön véleményem van az ügyben. Annál is inkább külön véleményem van, mert maga a szabályozás rossz, érzéketlen, rugalmatlan, és olyan dolgokat tesz ebben a három havi maximálásban benne, ami a bármelyik ügyvezető igazgató, bármelyik önkormányzati 100%-os tulajdonú cégnél nem ösztönzi arra, hogy minél nagyobb nyereséget, eredményt érjen el, hanem csak arra ösztönzi, hogy milyen eredménye legyen, és attól kezdve szubjektívé válik a megítélés. Azt is problémának tartom, hogy ezt a megítélést a felügyelő bizottság teszi, még meg úgy, hogy a felügyelőbizottság jegyzőkönyvét vagy előzetes állásfoglalását nem ismerjük, csak egy levelet, amelyben ő azt mondja, hogy három havi. Én meg azt tudom gondolni, hogy miközben rengeteg olyan eleme van ennek a tevékenységnek, amely az ügyvezetőtől független, egyrészt kötelező, másrészt állami támogatott, és ugyanakkor pedig vannak a vállalkozási tevékenységek, ezeket a javadalmazási szabályzatból is bele kellene foglalni, ezt át kellene dolgozni, és ezért én azt ingérványoznám, hogy ezt a napirendet vegyük le, és tárgyaljuk újra az új feltételek között. Köszönöm szépen. Kérdéseknél tartunk. Áttérünk a véleményekre. Nem látok ilyen kezdeményezést, szavazzunk most. Egy ügyrendi észrevétel volt, azt meg kérdésekről beszéltünk. Akkor ügyrendiként kezeljük, aki egyetért vele, hogy vegyük le, akkor szavazzunk. Egy igen, 6 nem, 3 tartózkodással nem fogadtuk el a javaslatot. Köszönöm szépen, akkor most arról szavazunk, ami az előterjesztésben van. Aki egyetért vele, kérem készül, hogy nyomja meg a gombot. Kilenc igen, 1 nem, tartózkodás nélkül, akkor elfogadtuk az előterjesztést. Következő napirendi pontunk, előterjesztés támogatási igény benyújtásáról. A D-t azt mondja, a pénzügyi bizottság tárgyalta. Kérdezném elnök urat, hogy milyen döntés született. Rendkívülről szeretnék szót kérni, megnyitom a hangot. Én úgy gondolom, hogy a kincses képviselő által elmondottaknak van valamennyi, hogy mondjam, lényegi mondani valahogyan. Tehát véleményem szerint valóban lehet ezen a javadalmazáson javítani. Én azt gondolom, hogy erre ki kellene dolgozni konkrét elképzeléseket, azt a testületi tagokkal ismertetni, azt a Városi Üzemeltető Kft.-vel ismertetni, annak felügyelőbizottságával ismertetni, és utána egy közös konzenzust hozni abba az irányba, hogy miként modernizáljuk ezt a jövedelmezési lehetőséget. Tehát én úgy gondolom, hogy ha erről esetleg nem tudom, lehet-e most szavazni, de indítványoznám, hogy a testület ebbe esetleg induljon el, és tegyünk lépéseket abba, hogy egy modernebb változatban legyen megoldva a javadalmazása a Kft.-nek, illetve majd a későbbiekben mindegyik Kft.-nek esetleg. Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy a következő bizottsági, pénzügyi bizottság ülési napirendi pontjába fel kellene venni akkor ezt a dolgot, és akkor Humán pénzügyi bizottság akkor, nem? Szerintem javaslatként felkerül tárgyalta a bizottság. Mi szerepel benne? Voltak olyan észrevételek a bizottság ülésen, amelyek nem kerültek szavazásra, és voltak, amelyek szavazásra kerültek. Többek között ez nem került szavazásra, de annak semmi akadálya, hogy a bizottsági javaslatok alapján képviselőtestület végleges döntésével ez a javadalmazási szabályzat átdolgozásra kerüljön. Ezzel most akkor erre szavazhatunk? Nincs napirenden, tehát ez nem napirendi pont volt, a korábbi napirendi pont lezárása került, volt egy felvetett javaslat, abban el lehet indulni, hogy milyen útirányba indul a szabályzata.
Jó, akkor úgy, akkor úgy, akkor... Akkor milyen elvet kövessünk egy zorban, már még egyszer, hogy itt, mert látok itt ilyen tehát szemeket. Van egy képviselői kezdeményezés, ami alapján a következő bizottság ülésre meg lehet fogalmazni azokat a célokat, azokat az elveket, amely alapján a javadalmazási szabályzat átdolgozása megtörténjen, és azt gondolom, hogy egy végleges képviselőtestületi döntéssel jóváhagyásra kerüljön. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Akkor így rendben van mindenkinek? Jó, akkor áttérünk a következő napirendi pontunkra. Erőteljesztés támogatás igényben nyújtására. És akkor még egyszer kérdezem elnök urat, hogy a pénzügyi bizottság milyen döntés hozott? A pénzügyi bizottság az erőteljesztést elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések következnek. Áttérünk a véleményekre. Nem látok ilyet, szavazunk akkor, jó? E pont. Erőteljesztés a segítők, ezek szociális... Ja? Itt a 10 igen, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk, elnézést. A következő napirendi pontunk a segítők, ezek szociális szolgáltató központ, család és gyermekjóléti szolgáltató és központ, intézmény fenntartó társulás, társulási megállapodásának módosítására. Kérdések következnek. Nem látok ilyen kezdeményezés vélemények. Nem látok ilyet, szavazzunk akkor. Tegnap bejöttem. Akkor tegyünk egy szünetet előtte. 10 igen, nem is tartózkodás nélkül elfogadtuk az előterjesztést, és egy 10 perc technikai szünetet hadd kérjek már, jó?